Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra valamennyi nézőjét 2021-ben is, mert ez az első idei adásunk. Reméljük, hogy boldogabb és nyugodtabb év lesz, mint a 2020-as volt. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Attila mellett természetesen, Planéta Simonettát is. Szia Simó! Ugye jól tudom, mert megbeszéltük, már ismét Franciaországban vagy, mert ugye hazalátogattál az ünnepekre, de ezek szerint már felvetted a munkát. Sziasztok! Igen, hát különleges helyzet volt nekem most, ugye éppen a Covid miatt elkéreckedtem a csapattól, mert eltörölték elég sok repülőjáratot, és azért egy hónapra haza tudtam menni, de december 27-én már visszajöttem, és ugye amikor a lányok is újra elkezdték az ilyen egyhetes ünnepek, egy hétig voltak szabadságon ők is, és utána együtt elkezdtünk edzeni. Na, ez már, hogy elkezdtünk, ez már nagyon jól hangzik. Jó, mielőtt bármivel belekezdenénk, közülünk, hármunk közül egy valaki, az én vagyok, nem beszél franciául, igaz, hogy 2 évig tanultam valamikor, nagyon régen, úgyhogy légy szíves, te mondd ki a csapat nevét, ahol játszol, mielőtt még én valahogy rosszul mondanám. Chambre le Tour. Hát az a Tour, ezt én nem fogom, jó, le Tour, oké. Mi a város ebből a... Tehát, hát, hogy... Ez a városnak magának ez a neve. Aha, értem. Igen, értem. És viszont... Hol van ez Franciaországban? Hát úgy szoktam mindig mondani, hogy a TGV, az a nagyon gyors francia igen. vonat, igen. Azzal 1 órára Párizstól, aha. És az, ahol én lakok, az Tour, és igazából ez ilyen 20 perc kocsival, szóval annyira kicsi a város, hogy mi nem szeretnénk oda költözni, mert nincs nagyon mit csinálni, és túl ez ilyen, hát Győrnek a nagyság, olyan nagyságú város, és akkor mi ott élünk, és akkor megyünk minden nap edzésre. A mi az, mit akar, hogy mi? Hát elég sok lány lakik ugyanitt a belvárosban, és akkor mindig együtt megyünk kocsival, és akkor cseréljük. Ja, értem, tehát nem családostul, nem a pároddal, vagy nem a férjeddel, vőlegényeddel, hanem a játékosokkal együtt. Jó. Jó, Attila, te ismered ezt a környéket? Hát Chambrét annyira nem ismerem, Tourt igen. Ugye azt nem mondtad, hogy a TGV-vel milyen irányba kell menni, hogy nyugatra kell menni még azért, inkább az óceán felé, tehát Győr felől, mondjuk, hasonlítottad. És hát ugye, ami talán a magyaroknak inkább ismerős, az a Loire, amelyik ugye arra felé folyik, és a Loire menti kastélyok nyilván magyaroknak sokkal ismerősek, úgyhogy egy elég, hogy úgy mondjam, csúnya vidéken laksz. Nem nagyon van, mint ott megnézni se. Nagyon, nagyon klassz hely, amennyire ismerem azt a környéken. Jól is érzed magad? Nagyon? Mert valahogy úgy látszik, hogy Én csak azért bólogattam nagyon, mert igen, hogy amikor kijött a családom meglátogatni, akkor mindig így a környékbeli kastélyokat mentünk végig. Ugye én 2-szer is, sőt 3-szor is elmentem a Chenonceau-i kastélyhoz, mert annyira gyönyörű, csodálatos kertje van, hogy én mondtam, hogy én ezzel nem tudok betelni, és muszáj vagyok mindig elmenni, megnézni. Igen, hát azért nem egy dél-francia ország, de azért itt is nagyon jól lehet érezni magunkat, van mit csinálni tavasszal, nyáron. Mióta vagy ki egész pontosan? Pontosan 2017 nyarán jöttem ki. Tehát akkor az már 3,5 év. Hát akkor már azért már, hogy megy a francia? Hát én erre mindig azt mondom, hogy franciául beszélek, és mindent egyedül intézek, de már ha köszönök, hogy jó napot, utána egyből kérdezik, hogy milyen nemzetiségű vagy. Szóval egy elég erős akcentusom van, de amúgy meg megértenek. Szóval, hogyha látják, hogy próbálkozik az ember, akkor úgy is segítenek, és elmagyarázzák, vagy rákérdeznek, hogy nára úgy mit szerette volna itt mondani. De én úgy érzem, hogy jól elboldogulok. Az a lényeg egyébként, hogy te értsed, amit ők mondanak. Azzal nincs gond. Azzal komolyan mondom, hogy én ott itt nagyon boldog vagyok, mindent értek, de hogy kifejezem magam ugyanolyan jól, de szerintem ez mindenki, aki idegen nyelven beszél, tudja, hogy megérteni sokkal könnyebb, viszont beszélni és szépen kifejezni magad, az nagyon-nagyon nehéz. Hogy megvigasztaljalak egy 10-15 év még, és már úgy érzed, hogy nagyjából el tudod mondani a gondolataidat. Nem. Hát jó. Simó, ezt hogy kell elképzelni? Akkor, amikor kimentél, akkor az Orévoáron tudtál valamit, és ott ragad
vagy tehát már alappal mentél ki, vagy nem, mind nulláról, és ott szedtél föl szépen. Tanárhoz suliba kellett járni például? Hát ugye én suliban angolul németül tanultam, ugye Németországban voltam kint előtte, és amikor tudtam már, hogy jövök ki, akkor én ott felkerestem egy tanárt, aki ugye rendesen egy francia lány volt, aki Németországban élt, szóval tök jó alapokat adott, viszont semmit nem értettem. Szóval, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy én megtanultam a szabályokat, de hogy ez mi az Istent akart jelenteni, egyáltalán nem értettem semmit. Megérkeztem, megszeppentem, angolul senki nem beszélt, konkrétan a csapatban tudtam beszélni 3-4 lányjal, a csapat körül az elnök tudott egyedül, senki más. És akkor mondtam, hogy hát jó, akkor itt most baj van, és akkor elkezdtünk, volt még egy portugál lány, és akkor vele jártunk iskolába, ez viszont 2 hónap után megszűnt, ez az iskola. Szóval onnantól kezdve ilyen önszorgalomból meg, hát ugye nagyon-nagyon sok francia lány volt a csapatban, szerintem 3 külföldi lány volt, és azért így könnyebben ráragad az emberre, hogy csak francia lányokkal van. És akkor őket figyeltem, hogy mit, hogy beszélnek. 6 hónapig szerintem semmit nem értettem, aztán egyszer csak így bevillant valami, és akkor meg tudtam szólalni. Erős déjà vu van. Jó, lehet, hogy ugye nem mindenki tudja azért a nézőink közül, hogy azért Attila, hány évet húztál le Franciaországban? Hát összesen 14-et, 15-öt kb. És ebből sokat egy ilyen hasonló nevű városban, Chambéryben, aminek semmi köze ez a város, csak a magyarnak esetleg a hangzás hasonló. Na jó, akkor kicsit térjünk rá a kézilabdára meg rád. Ugye úgy szoktuk ezt a beszélgetést itt a Covid időszakban mindig kezdeni, hogy vagy, tesszük fel az illetőnek a kérdést, mert ugye ez mostanában azért más jelentést is kapott. Na most nálad ugye még egy harmadikat is kap, mert időtlen idők óta egyik sérülésből a másikba csúszol. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most jelen idő vagy múlt idő egyáltalán. Tehát azt mondtad, hogy elkezdtük az edzést, ez nekem azt sejteti, hogy akkor most jól vagy? Köszönöm szépen, nem kapogok el semmit, de tényleg most nagyon jól érzem magam. Teljes edzés még nem kezdtem el, igazából ezek a... Jézusom, nem fogom magyarul tudni. Hát ahhoz még korán van egész. Nem ugyanúgy, nem használok magyarul, ezt elfelejtem. Szóval ezeket a kis a létrán az ilyen taposásokat, meg ezeket csinálom, kapusbelövés, meg a kapusoknak szoktunk kapusedzésen, talajról én lövök. Az ilyen hosszabb futások, vagy az ilyen az azért még messzebb van, viszont most tényleg úgy érzem, hogy minden rendben, hogy jó az etér, mert eddig mindig volt egy olyan érzésem, és mondtam is mindig a fiziósoknak, hogy valamit nem jó, valamit itt, mondtak, hogy dehogy nem, hát visszajön az izom, akkor minden rendben lesz, és mondtam, hogy nem, nekem ilyen fura érzésem van, hogy nem volt semmilyen mozdulat természetes, nagyon kellett koncentrálnom, hogy a térdem hogy jár, mint van, és most mondom tényleg azt, hogy elindult az izom, az jön vissza normálisan, lassabban természetesen, mint egy alacsonyabb játékosnak, viszont tényleg, ahogy edzek, akkor látom, hogy egy hét gyakorlás után egy ilyen feladat sokkal jobban megy, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok munka van még előttem, de én úgy érzem, hogy ez most nagyon jó úton halad, és annyira ki vagyok már éhezve a kézilabdával, hogy ezt nem tudom elmondani. Mikor játszottál utoljára egyetlen? 2019. március 5-én, Isziparja ellen. Így napot, azt a mindenet. És mikor mikor van programozva, hogy újra látszhatsz? Hát ugye erre azt mondták, hogy ez a térdemtől függ, mert ugye nekem máshogy reagál azért a testem. Azt mondták, hogy amikor már elkezdek ugrálni, akkor azért jobban lehet azt mondani, hogy arra, hogy reagál a térdem, de azt mondta a fiziós, hogyha minden jól megy, akkor egy ilyen április kezdetén nagyon időben lennénk. Akkor ez egy év lesz tulajdonképpen ez a... Kettő. Vagy kettő. Kettő, igen. Tudom, fura volt a 2020, de azért beleszámolom. Hát aztán nem vesztettél semmit. Nem. Röviden azért foglald össze, mert én azért olvastam, hogy sarok, meg térd, meg hogy mi minden, hogy mi fért bele ebbe a 2 hónapos, azon, hogy a részletekben ne vesszünk el, de hogy azért ezt hogy kell elképzelni, hogy ez a 2 év, ez
Ez milyen műtétekkel, meg mivel telt? Ugye a 2019 márciusában volt az, amikor már nem tudtam tovább húzni a két ahilleszemet, mert nagyon be voltam gyulladva, akkor azzal elkezdtem a rehabot utána, rehab közben mondtam, hogy valami fura a térdemben. Ez ugye mind otthon történt, akkor vették észre, hogy mozaik plasztika kell, és azzal elkezdtem rehabozni, akkor már visszajöttem Franciaországba, és akkor mondtam, hogy valami itt nagyon nem jó, és akkor folyamatosan feldagadt a térdem, és akkor nézték meg, hogy mi lehet, semmit nem találtak, utána még nem tudom mennyi ilyen tesztet csináltunk, és akkor derült ki, hogy egy ilyen kis porc lemez, néha felnyitódik, akkor ugye megtelik folyadékkal a térdem, de hogyha le van csukódva, akkor nincs olyan teszt, amin ezt észre tudod venni. Szóval egy ilyen olyan röntgent csináltunk, ami hogy is hívják, ilyen kontrasztanyagot fecskenteztek ugye a térdembe, és akkor volt ez, hogy azt mondta egy ilyen térdspecialista Párizsban, hogy ezt meg kell nézni, mert nem látja pontosan, hogy mi az, de ott van valami. Akkor ezt megcsinálták januárban, tavaly januárban, és utána már elkezdtem futni, és akkor csináltam egy ilyen rossz mozdulatot, és akkor mondták, hogy leszakadt egy nagyon picike porc, és akkor egy porc tisztítás kellett, és akkor egyből ki is húzták a csavart, mert mondták, hogy akkor már minek hagyják benn. Uh-huh. És ennyi, elmondtam gyorsan két év. Igen, jó. És akkor, hogy téged idézzelek, és akkor eljátszottad a dráma királynőt, besokaltál, és azt mondtad, hogy te mondtad. Tudom, csak hogy ez mindenkiben úgy megmaradt. Hát, jó, hát ez eredeti. Tehát ez azt jelentette, hogy elment a kedved az élettől is, meg a kézabdától, meg mindentől, gondolom. Mindentől. Én már tényleg itt nézegettem, hogy akkor most mit fogok dolgozni, mit kezdek magammal, hol fogok lakni. Mondtam, hogy én nekem ez már nem hiányzik, hogy ez most csak rossz érzésem van. Aztán igen, utána rájöttem, amikor ugye elkezdődtek újra a meccsek, és ott ültem a leláton, és ez a... befutottam volna, mert azt láttam, hogy egyszerűen nem megy a csapatnak, vagy hogy valaki nem úgy hajt, és akkor ez a, így megráztam volna, hogy most komolyan csinálod, hogy ott vagy a pályán, és nem küzdesz, és mondtam, hogy utána így elgondolkodtam, hogy lehet talán még valami dolgom van ezzel a kézilabdával. Ott azért ott lobog. Igen. Ez tehát magadtól átlendültél a holdponton, vagy esetleg külső segítséget is igénybe vettél? Hát ugye ez a családom végig mellettem volt, de hát ugye ez abban az időszakban volt, amikor karantén volt, egyedül voltunk, akkor leállt minden, nem mehették ki a lakásból, a barátaimmal ugyanúgy beszéltem. Igazából nem tudom, szerintem ahogy feloldották a karantént, és ugye az is átlendített mindenkit, hogy találkozhatunk újra barátokkal, akkor utána nyár végén haza tudtam menni egy hétre, az is nagyon sokat segített, hiába még utána volt egy operációm, akkor is, ahogy hazamentem és visszajöttem, annyira megindult valami. Voltak mindig ilyen, amivel feltöltődik az ember, de szerintem nekem a legjobban az mindig a barát és a család, ami így feltölt. És egyébként ez a klubbal, illetve a szerződésileg, ez hogy nézett ki ez a dolog, addig fölfüggesztették a szerződést, vagy betegállományba vagy hogy néz ki ez adminisztratíve? Ugye itt a franciák, nem tudom, szerintem még neked is így volt, hogyha valaki sérült, akkor őt hát ilyen betegállományra teszik, és akkor a biztosító fizet, nem a klub, és hát ugye ez történt most velem is. És addig a szerződés föl van függesztve? Vagy meghosszabbidott, vagy újraírtad, vagy ez hogy néz ki? Hát ugye nekem ez az a plusz egy évem, és módosítottunk, mivel hát azért már régóta nem voltam hasznára a csapatnak, ezért módosítani kellett, de a szerződés az ugyanúgy él, annyi a különbség, hogy ugye a klub betegállományra tett, és ezért nekik nem kerülök költségbe, hanem ez a biztosító, de a szerződés az ugyanúgy él. Nem, hát ez csak abban a szempontból kérdeztem, hogy a jövő az hogy néz ki, hogy meddig vagy szerződés alatt, vagy most, ha elkezdesz játszani áprilisban, akkor mik a tervek?
Hát ugye nekem az elnökő engem nagyon-nagyon vár vissza, meg mondjuk így az egész csapat, de ugye mondta, hogy amint elkezdek játszani, vagy így edzek a csapattal, ő aláíratná velem már a szerződést jövő szezonra. Viszont én szóltam neki, hogy én nagyon sajnálom, meg tudom, hogy ez most a csapattal valamilyen szinten nem fel, mert mire meggyógyulnék, de én mondtam neki, hogy most jött el az az idő, amikor azt érzem, hogy nem tud többet adni nekem az, hogy kint vagyok külföldön, most van az, hogy tényleg nem honvágyam van, hanem a családom hiányzik nagyon, és szeretnék a közelükbe lenni, és vissza szeretnék menni Magyarországra. Na, akkor ezt felfoghatjuk egy ilyen félhivatalos bejelentésnek is, hogy úgy tervezed a jövőt, hogy hazaigazolsz a következő szezontól? Igen. Egy félhivatalosnak, igen. És akkor nem fogok következőt kérdezni, azt megígérem, de mert nem tudok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de ezt csak több engem. Is terv. Nem, pont, hogy nem. Tehát ez több is, mint terv. Tehát van már valami konkrét tárgyalás is valamelyik klubbal, vagy ez egyelőre még csak a te gondolatod, vágyod? Nem, hát én ugye ezt már bejelentettem a menedzseremnek, és nekem ugye Farkas Mátyás a menedzserem, és ő mondta, hogy el is kezd akkor tárgyalni. Ami valamilyen szinten mindenki, vagy így bejelentette a nevemet csapatoknál, de azért lássuk be, nem olyan könnyű leigazolni engem, mert kockázatos valamilyen szinten, és meg is értem, hogy nehezebb lesz elpasszolni. Szóval konkrét egyelőre semmi nincsen, csak mennek a tárgyalások, igen. Jó, világos. Hát van még idő, szurkolunk. By the way, mai hír, mármint, hogy a felvételünk, vagy a beszélgetésünk időpontját tekintve mai, hogy Danyi Gábor nem hosszabbít Győrben, vagy a Győr nem hosszabbít Danyi Gáborral, Gábor megy Siófokra, és hát még nem jelentették be, hogy Ambrose Martin érkezik-e vissza Győrbe, de ugye az Zuhanyhíradó szerint igen. És nincs balkezese a Győrnek. Jó, azt nem mehetünk tovább, csak ez úgy ezt megint. Hiszen Kurtovics meg közben. Balkezese sok mindenkinek nincs. Na jó, de hát azért ez igaz, csak hát azért mégsem. Egy nagyon erős százalékot tudnék mondani, hogy mennyi az esélye, hogy oda tudnék menni. Na jó, hát azért... Na, és akkor szerintem mindenki tudja, hogy milyen okokból. Jó, ezt nem tudjuk, jó, ezt nem tudjuk. Akarsz róla beszélni? Ja nem úgy, csak hát, hogy... Nem hiszem, szóval azért... Akkor, ha már itt tartunk meg a balkezeseknél, tehát tényleg itt van Nora Mörk példája, és akkor majd rá is térhetünk egy kicsit az EB-re, meg a magyar válogatottra, hogy tényleg nincs lehetetlen. Tehát a te 2 éves kálváriád az kutyafüle Nora Mörk 10 térdműtétjéhez képest, majd visszajön, és gólkirálynő lesz az Európa-bajnokságon, és úgy játszik, mint fénykorába. Tehát ne mondjuk azt, hogy te fél év múlva nem leszel szenzációs formában, mert miért ne lehetnél? Ezt most aláírnám nagyon szívesen. Amúgy pont ezen gondolkodtam, hogy mi volt ez a leghosszabb kiadott idő egy játékosnak, hogy utána visszatért, mert talán rekordot is döntök. Nem tudom. Igen, hát ez mindenképpen nagyon hosszú idő. Egyébként nyilván a Nora Mörk alkatilag nagyon hasonlít hozzá, de én mondanék inkább egy olyan példát, ami talán tényleg közelebb áll, hogy például a Micijevics is nagyon sokat volt sérült a térdével. Ő tényleg egy hasonló alkatú játékos, és most azért azt láttuk egy hónappal ezelőtt, hogy fantasztikusan visszatért egészségileg is, meg a játékban is. Tehát ő lehet egy olyan példa, amit lehet talán így a fejedbe tartani, hogy van visszaút a legfelsőbb szintre. Én most már tényleg úgy érzem, hogy van visszaút, meg igen, szerintem nagyon, ez egy nagyon jó példa, meg azt is tudom, nem tudom pontosan ő mennyi ideig volt sérül, de tudom, hogy amikor Újvárosban volt, akkor neki nagyon-nagyon sokat kellett kihagyni. Én úgy tudom, hogy volt egy keresztalag szakadása, ami újra elszakadt, tehát az okay. Minimum 1 vagy 1,5, tehát hasonlóan kemény dolog. Jó, én Nora Mörköt nem is az alkati hasonlóságról említettem, hiszen az lássuk be, hogy nincs, azon túl, hogy ő is női kézilabdázó és balkezes, igen, mondjuk de az, hogy ez azért gondolom pszichés kérdés is sok tekintetben, meg hozzáállás kérdése,
abban a tekintetben ő mindenképp példát mutatott szerintem valamennyi sportolónak, függetlenül attól, hogy van-e alkati hasonlóság, vagy nincs, melyik sportágban játszik, hogy kis szerencsével, meg nagyon sok akaraterővel, meg sok munkával vissza lehet jönni. Azért ő is sokszor elmondta, vagy nyilatkozta ő is, hogy volt olyan, hogy nagyon mélyen volt, és ő is elgondolkodott rajta, szóval szerintem nincs olyan, aki egy sérülést végig teljesen pozitívan le tud hozni, de igen, az, amit ő így bemutatott, hát komolyan mondom, szerintem mindenki csak tartotta a száját, hogy ez hihetetlen. És az a kép, amikor a két labdát fogja a kezében, a két aranylabdát az EB végén, az csak egy ilyen, nem tudom, mindenkinek egy példa, hogy kell ezt csinálni. Bizony. Na, ha már akkor EB-zünk, mennyit láttál az EB-ből? Láttad-e a magyar meccseket? A magyar meccseket az összeset. Ja, mert hogy akkor otthon voltál? Vagy itt igen. Voltál, vagy akkor igen, és itt szerencsém volt, mert ha itt maradtam volna, hát nagyon kevés meccset adtak volna, csak a franciákat szerintem. Hát nem tudom, hogy ez... van a Sport TV-nek a kommentárjaival. Tessék, nem hallottam. Akkor lemaradtál volna a Sport TV-nek a kommentárjaival. Így van. A francia TV nézted volna. Ez így van. És hiába próbáltam már, hogy behozni itt a Sport TV-ket, egyszerűen lehetetlen. Pedig nagyon szívesen hallgatnám még közben is. Na jó, hát ahogy hallottuk, akkor ez hamarosan majd... be fog következni. Na de térjünk vissza akkor az EB-hez, meg a magyar csapathoz. Mondtad, hogy nagyon szerencsés voltál, hát azért a meccseket eltekintve meg lehet, hogy mégsem annyira, mert olyan sok örömünk nem volt ebben az Európa-bajnokságban sajnos. Hogy élted ezt meg a tévé elől? Mennyire érezted azt, hogy úristen, nekem ott lenne a helyem? Hiszen ugye legutóbb, mikor a válogatottban szerepeltél, akkor neked az egy áttörés volt, már nagyon régen volt sajnos, és akkor mindenki várta a folytatást, meg te is. Ez nem lehetett egy kellemes érzés több szempontból sem. Hát az, hogy mennyire, hogy ott lenne a helyem igazából, most ez nem lenne helytálló, mivel már régóta nem játszottam. Nem úgy jó, rosszul fogalmaztam, de szeretnék ott lenni, segíteni. Igen, igen. Az teljes mértékben, én a lányokkal éreztem végig, és igazából én azt a... Én persze megértem a magyar újságírókat, a sportkommentátorokat, a szurkolókat, mert ugye mindenki már nagyon-nagyon várná az áttörésnek, hogy ott legyünk, nem tudom, az első öt helyen, vagy akárhogy, de én nagyon szakmai dolgot nem tudok mondani, meg nem is szeretnék belemenni, amit én láttam, az csak annyi, hogy amit saját bőrömön tapasztaltam anno, amikor az Etóban voltunk, hogy mondjuk ez a felküldték az öt fiatalt belső posztra, vagy az öt fiatalt, aki van, hogy menjen fel egyszerre, és ezzel néztünk egymásra, hogy fú, hát akkor most mindenki meg van ijedve. Igazából tényleg ez, amikor hogy nagyon sok fiatal van a pályán, hiányzik a rutinos játékos, mert jó beépíteni fiatalokat, viszont egyszerre ennyi fiatal, hiába rutinosak, hiába játszanak BL-ben, EHF-ben, egyszerűen ez más, és szerintem akkora terhet rak rájuk, vagy ők saját magukra, hogy egyszerűen nem volt annyi rutinos játékos, aki le tudta volna őket nyugtatni, hiszen aki a rutinos volt, ő is 23 éves volt, vagy maximum 24, szóval szerintem így nagyon-nagyon nehéz játszani. Hát azért volt egy-két idősebb is, csak az volt a baj, hogy amikor ők játszottak, tehát nekik nem ment annyira a játék, hogy a fiatalokat tudták volna segíteni, de hát ez egy hosszú történet. Én azt szeretném tőled kérdezni, hogy az Európa-bajnokság, ahol játszottál, és tulajdonképpen idézőjelben a csúcson hagytad abba, mert az a kép maradt meg bennünk, hogy az EB-n ott nagyon jól játszották, különösen a védekezésben sokat tudtál segíteni a csapatnak. Az neked hogy maradt meg az emlékezetedbe az Európa-bajnokság, meg az a csapat, hogy ott tényleg érezted, hogy végre ki tudod magadból hozni azt, amit ugye hosszú évek alatt vártak tőled, mert ugye te vagy az a játékos, aki az alkatodnál, meg a bal kezednél fogva, már kicsi gyerekkorod óta mindenki azt látta, hogy na most itt van a nagy bombázónk, és majd megoldja az összes problémát. És ehhez képest ugye kellett egy érési folyamat, és pont mire odaértél, a válogatott szinten legalábbis, akkor lőtt ez a törés, hogy ez neked hogy van a fejedbe?
Igen, igazából ugye amikor én már itt Franciaországban elkezdtem játszani, onnantól kezdve én újra visszataláltam a kézilabdához, és nagyon-nagyon élveztem, és ezt mutattam meg a válogatottban is, szóval én ott már onnantól kezdve én nem tudom, hogy mondjam el, én csak tényleg oda mentem, és élveztem a játékot, és próbáltam a lányoknak is mondani, hogy mi ezt most úgy játszunk, mint amikor ti a bajnokságban otthon játszatok, és szerintem az annyira látszódott a csapaton, hogy élvezzük, vagy hogy egymásért küzdünk, mindenkinek meg volt a szerepe, mindenki felvállalta azt, amit fel kellett vállalnia, nem félt, szóval én meg csak annyit tudok mondani, hogy én, igen, az egy keletezérési folyamat, de itt a franciáknál én olyan jól megtaláltam a helyemet védekezésben, mint támadásban, hogy könnyű volt így oda menni a válogatotthoz, mert én azt mutattam, amit itt a bajnokságban játszottam. Annyi csak, hogy bennem tényleg volt egy olyan, hogy fú, de jó lenne támadásban játszani, mert itt a franciáknál meg inkább az a szerepem, hogy támadok. Szóval új helyzet volt, fura volt, de mondtam, hogy hát jó, ha ez a szerepem, akkor ezt fogom megcsinálni. Na de akkor most ezzel visszautalhatunk a hazajöveteledre, hogy nem félsz attól, hogy most kimentél, kivirultál, támadtál, lekerült a teher a válladról, hogy és akkor visszakerülsz ebbe a közegbe, ahol végülis nem tudtál igazán egyről a kettőre jutni, mert amit Attila mondott, hogy igen, tőled várta mindenki, hogy te majd betöltöd azt az űrt, amit Radulovics hagyott maga után, mondjuk már sajnos 10 éve, és ehhez az kellett, hogy kimenjél, hogy ez átlendő. Nem félsz? Igen, csak nem. Az a különbség, hogy akkor fiatal voltam. Azért az, hogyha valaki kint van külföldön, csak egy évet is lehúz egyedül, azért van ideje gondolkodni, megismeri magát, és felnő valamilyen szinten. És rájöttem én is, hogy annó, amikor nekem nem ment mondjuk az Etóban, az természetesen az én hibám volt valamilyen szinten, megféltem. Hogyha valaki valamit mondott, akkor egyből, ugye fiatal lányoknak, ha valami negatívat mondanak, az le tudja építeni a személyiségét, és nem voltam egy kemény lány, szóval elég hamar így, hát nem tudom, így megpecsételődött a sorsom, és az kellett, hogy kijöjjek, viszont ettől egyáltalán nem félek, hogy ez most engem újra le fog törni, vagy hogy ki mit vár el tőlem, mert tudom, hogy most jó, olyan helyre értem az életemben, hogy most akárhova igazolok, én tudom, hogy vissza tudom adni azt a játékot, amit várnak tőlem. Egyébként jó látni, amit mondasz, meg ahogy mondod, mert úgy tűnik, hogy a francia levegő jót tesz a magyar játékosoknak, mert a Kornérral beszéltünk, Nagy Kornérral nem olyan régen, meg az Ivettel, és belőlük is ez a fajta boldogság sugárzott, amit én értek, mert ott éltem nagyon sokáig, de nem feltétlenül érthető mindenkinek tulajdonképpen, hogy azért lehet ezt a dolgot boldogan is csinálni. Ugyanez, bocsánat, mielőtt reagálnál, pont ugyanez jutott nekem, sőt, amióta beszélgetünk, itt van paralel gondolataimban a Nagy Kornéllal folytatott beszélgetés, ugyanez az attitűd, ezért csodálkozom egy kicsit, hogy hazajössz, ami egyfelől érthető, mert amit mondasz, hogy igen, a fiatal korod, de valahogy azért egyre inkább az az érzésem, hogy ezt a közeg is kiváltja belőletek ezt a felszabadultságot, ezt a teljesen más világlátást, az a közeg, amiben ott éltek, és ami közel sem annyira nyomasztó, vagy nem tudom, mi a jó kifejezés, mint itthon azért, ami a sportot körülveszi. De hát ezek szerint majd fel vagy már vértezve az ellen, és akkor tudsz ezzel a hozzáállással idomulni, nem? Igazából szerintem ez jó volt megtapasztalni más kultúrát, és igen, hát a franciák azért teljesen máshogy állnak hozzá az élethez, meg a sporthoz is. Itt nem feltétlenül azt mondom, hogy profibak, mert az én csapatomban, hát nem tudom hány lányról tudom azt mondani, hogy ők csak így játszanak kézilabdát, és hogy hát jó, igen, kézilabdázunk valameddig, azt utána elkezdünk dolgozni. Szóval nekik nem az életük, és az, amikor én ideértem, ez nekem ilyen sokkoló volt, hogy de hát a kézilabda az életed, hát ezt csinál a gyerekkorod óta, hát nincs más. És akkor mondták, hogy nem, ez nem így működik, attól még elveszheted az életet,
főleg a női kézilabda itt a franciáknál egyáltalán nem annyira hangsúlyos, mint a férfi. Most kezdték el azt, hogy egyre több meccset adnak a tévében, eddig konkrétan talán a BL meccsek, de az sem mindegyik volt a tévében, szóval itt tényleg úgy készülnek rá a lányok, hogy hát dolgozni is kell mellette, felkészülsz arra, hogy mi van a kézilabda mellett, és szerintem nekem ezt a görcsösségemet oldotta, hogy rájöttem, hogy hát igen, otthon azért nem ezt kapod, meg nem ebben nősz fel, meg ugye kérdezik, hogy mikor jöttél rá, vagy mikor érezted azt, hogy kézilabdás akarsz lenni, és így végig gondoltam, hogy nekem nem volt ilyen, hogy én az akarok lenni. Elkezdtem edzeni 7 éves koromtól, és folyamatosan az volt, hogy edzek, hát meg jó, hogy az leszek, nem? Szóval ez egy ilyen teljesen más hozzáállás, aztán mégis jönnek az eredmények, szerintem ezen kéne valami. Nem tudom elmondani igazából, tényleg meg kell tapasztalni. De nagyon jól el. Szerintem akkor jó, nagyon jól akkor el. Örülök. Jó, még adj ki, két kérdésem maradt a végére. Az egyik, hogy az elnök nem vette nagyon zokon, hogy most itt 2 évig pátyogattak téged, megnézték a rehabilitációdat, hogy akkor ezután mondod, hogy ágyesz, bugyesz, akkor megyek haza. Tehát, hogy ez békésen tudomásul vette az illető? Hát zokon nem vette, viszont elmondhatatlanul szomorú volt, mert nem tudom, igazából ő annyira jó lelkű és jó szívű volt, és próbáltam neki elmondani az érveimet, amiket ő meg is értett, de hát azért fájt neki, vagy hát nem tudom. Nem zokon, mert nem személyes sértésnek vette, csak ő tényleg nagyon szereti, ahogy itt vagyok. Igazából azt mondtam neki, hogy szerintem nem azt szereted, ahogy kézadabd ezok, hanem engem, szóval nem tudom. Vegyen jó, ezt ne bolygassuk. Igen, ezt akartam mondani. Jó. Ezt kivághatnánk? Én nem így értettem. Ezt nem vágjuk sajnos. De egyébként én is ismerem ezt a klubot, meg az elnököt is. Ő azért egy nagyon ambiciózus elnök. Ugye itt végülis egy kis csapatból raktak össze egy ilyen középcsapatot, hogy úgy mondjam, mostanára. És tényleg próbálnak előrébb jutni. Nem véletlenül hoztak ugye egy-két külföldi játékost is, és vannak ambíciók, és azért a francia női kézilabdában ugye most így a Brest és a Metz mögött azért elég nagy a mozgástér. Tehát azt hiszem a harmadik helyre bárki odaérhet tulajdonképpen, a Chambray is többek között. Tehát egy ambiciózus elnöknek lehetnek tervei és elképzelése, hogy hogyan vigyél föl azt a csapatot, amelyik tényleg egy ilyen kis klub, mindig félig amatőr is ebben a szempontból, hogy összehasonlítjuk mondjuk egy magyar élklubbal. Itt szeretném rögzíteni az alkalmat, hogy ezt a választ hallgassa meg mindenki, nem azt, amit én mondtam. Mind a kettőt meg fogja hallgatni. Oké, utolsó kérdés, utolsó topik. Csak hogy elkezdtem így számolgatni hirtelen, áprilist mondtál a visszatérésedre. Ugye márciusban fog a válogatott olimpiai selejtezőt játszani, tételezzük fel és reméljük, hogy sikerrel vesszük az akadályt, és akkor ott lesz olimpia először is Tokióban, és ott lesz a magyar női kézilabda válogatott. Látsz rá 100%-osan kifejezhető esélyt, hogy veled a soraiban? Mert ez matematikailag, elvileg beleférhet. Matematikailag igen, én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék ott lenni, viszont ha én válogatott edző lennék, most reálisan gondolkodva, nem egy olyan játékos hívnék be, aki játszik 2 hónapja és 2 évet kihagyott, mint azt, aki játszott végig. Szóval ez attól függ, hogy milyen formában jövök vissza. Nem tudom most a fejemben. De szerepel legalább a titkos vágyaid között azért. Ez nem is titkos. Én ezt mindenhol elmondom, hogy szeretnék, ez nem titkos. Nagyon jó, nagyon jó. Na, hát szerintem ez már fél siker. Szimó, köszönöm, hogy velünk voltál, tényleg ugyanolyan üde fél órát szereztél nekünk is, és remélem, hogy a nézőinknek is, mint nagykornél hetekkel ezelőtt, úgyhogy tényleg a francia levegő nagyon jót tesz nektek. Akkor teljes gyógyulást kívánok, és várunk vissza a pályára, meg várunk vissza Magyarországra is ezek szerint. Nagyon szépen köszönöm. Szia, köszönjük szépen. Sziasztok!